Amikor idefelé jöttem, akkor elkezdtem gondolkodni a köszöntőmben, mit mondjak pontosan erről, hogy a szeretet és az építészet hogy kapcsolódik. És örömmel hallottam, hogy Jelenics tanár úr csodálatosan beletalált abba a lényegébe, hogy az építészetnek szeretetből kell megszületnie. Tehát az a tendencia, hogy tervezünk egy épületet, komplex módon, és azt utána eladjuk egy teljesen ismeretlen közegbe, mert az egy jó biznisz, nem erről szól az építészet. Az építészet az a szeretet. A szeretet pedig a másokra figyelés, az az, hogy ő neki mi a jó, neki mi az, ami föl fogja egy kicsit emelni, mi az, ami otthont ad neki. Akár legyen az egy lakás, akár legyen az egy bármilyen más funkció. És ha szeretettel építkezünk, hogyha odafigyelünk arra, akinek építünk, akkor nem öntörvényű épületek fognak születni. Akkor alázatos épületek fognak születni, amik harmóniát szülnek. És nem pedig különböző idegen testek fognak megjelenni a városban. Ez nem egy bírálata az új épületekre, mert abszolút tud lenni egy vadonatúj épület is harmonikus a környezetével, csak a szeretetből született épület nem nyomja el a többit. Önmagában egy szép virág, de nem ül rá a többire, és nem azt akarja mutatni, hogy én vagyok a legjobb. 2007-ben volt Budapesten egy városmisszió, és én ebben nem akartam részt venni, mert azt mondtam, hogy én senkit semmire nem beszélek rá, mert ez nem én vagyok. Viszont arra gondoltam, hogy a szakmánkon keresztül vizsgáljuk meg az Istenhez való kapcsolatunkat, és én belső építész vagyok, meg építész is, és ezért azt gondoltam, hogy szervezzünk egy ilyen szakrális konferenciát, és vizsgáljuk meg, hogy hogyan nyúlunk a dolgokhoz, mi az, amiből fakadnak a mi munkálataink. És tulajdonképpen ennek a gyümölcse lett az, hogy azóta is mindig van ez a konferencia. És azt látom, hogy mindenkiben nagyon nagy éhség van ez iránt. Tehát azért jönnek az emberek, mert mindenkit érdekel, hogy miből is születnek az épületeink. Látszólag nem tartozik a hivatalos programjához tematikában, ellenben az én sok éves tapasztalatom az, hogy nem csak az építészetben, hanem a többi művészeti ágokban is a szép fogalma lassan eltűnik. Tehát a racionalitás, a különlegesség, az attrakció, az újdonság kezd fölé lőni, hogy minden művészeti tevékenységnek az alapja. Igazán a szépnek az elég nehezen megfogalmazható tendenciája, különösen a szépnek a legfokozottabb formája, a csoda. És nekem van egy eszőkötetem, ahol ebben a kérdéssel részletesebben is foglalkoztam, ezt olvastam el, ami annyit jelent, hogy a szépségnek a kritériumait, a különböző művészeti szakákban lévő lehetőségeit jobban ki kellene használni, mert igazán a szépség teremt az emberbe örömérzetet. Tehát azokban, akik birtokba veszik a házat, vagy a képet, vagy a szobrot, vagy a színházi előadást, vagy olvasnak egy könyvet, valahol a szépség az a tő, az a végső élményszerzés, ami persze nem zárja ki, hogy az épület az élet különböző problémáival foglalkozunk, bajaival, nehézségeivel, a történelmek rögzítésével, mindennel, csak a szépség a nagy vigasztalás. És a szépségnek van egy olyan formája, ami a csodába testesül meg, és ez az eszé arról is szól, hogy nem szabad csodálkozni. Nem kell magunknak megtiltani, hogy ne csodálkozzunk, mert a csodálkozás a közömbösségnek, a közönynek a hatalmas ellentéte, és hogyha az életbe való részvételünket nehéznek találjuk, akkor egy-egy csodának a felfedezésével át tudjuk segíteni magunkat azokon a nehézségeken, amikkel nap után találkozunk. Szabad csodálkozni, kell csodálkozni, természetesen a méltó szépen kell csodálkoznunk. Életünk ugye nagyon szorosan kapcsolódik azokhoz a terekhez, amelyekben tulajdonképpen egymással találkozunk, és a egymás megértését is elősegíti, hogyha ezek a terek, ezek biztatnak, bátorítanak egymást arra, hogy egymásra figyeljünk. És például nem az épület nagysága nyűgöz le bennünket, hogy már a benne lézengő embereket csak olyan molylepkének nézzük, akik ottan elrontják az igazi szépségeket, hanem azt érezzük, hogy az épület értünk van, és hozzánk hasonló emberek gondoskodása, meg egymáshoz hajló figyelme teremtette meg az épületet, arra, hogy mi ott egymással szót értsünk,
egymást megismerjük és egymáson segítsünk. És egymás örömére legyünk, örülni tudjunk a másiknak, és úgy tudjunk élni, hogy nekünk is örüljenek a többiek. Tehát valamiképpen a találkozásoknak a tere. Ugye egy tűz körül is leülnek az emberek, kinn a pusztán, de mégis az épületet azért építették, hogyha esik az eső, meg nagyon süt a nap, fúj a szél, sötét van, akkor ott találkozzanak egymással. És ezeknek a találkozásoknak az atmoszférájában kell, hogy ez a szeretet, ez, ennek a lehetősége fölkínálkozik, és ebben az építés nagyon sokat segíthet. Ahogy azt gondolom, hát én ezt a példát hoztam föl, ami egy kicsit talán furcsa, nem csak a javító intézetet, de például egy vasúti állomás is. Hát egy állomás nem csak arra szolgál, hogy valami fajta biztonságot sugározzon a kiemelkedő pontosságával, szigorával vagy valami, hanem hogy biztassa az embereket arra, hogy ha késik a vonat, akkor le lehet ülni egy váróteremben, vagy leülhetek ott, ha nem dohányzom, ahol nem vagyok kitéve a dohányosok bosszantásának, de ha dohányzom, akkor nem kell a folyosóra kimennem, vagy a WC-be, hanem van hely, ahol rá tudok gyújtani, és így tovább. Tehát gondoskodnak rólam, és tulajdonképpen az az intézmény, amelyik ezt az épületet fölépítette, az nem a saját büszkeségét hirdeti azzal, hogy ilyen szép állomásaik vannak, hanem megbecsüli az utasokat azzal, hogy olyan épületeket épít, amelyekben ők nem csak a pénzüket költik el, hanem valahogy jól érzik magukat akkor, hogyha oda beszorulnak. Na most azt hiszem, hogy így van a világ. Tehát egy parlament, például Illyés Gyula haragudott annak idején, ugye a parlamentről írt egy pár néhány sort, hogy ez a parlament, ez inkább a dicsőséget hirdeti, egy nemzetnek a nagyságát, a dicsőségét, de nem invitál arra, hogy okosan, szótértő módon megbeszéljük egymással a közös ügyeinket. Tehát valahogyan egy középületnek is azt kell tulajdonképpen azt jó sugalnia, hogy itt a megértésnek a lehetőségeit akarja megteremteni a közösség vagy az építész azok számára, akik ebben az épületben egymásra találnak.